Ezeknek az újépítésű házaknak nem is kellene itt lenniük. A nyugat-törökországi Düzcében vagyunk, a földrengések által leginkább veszélyeztetett régiók egyikében. Erbály Yücsáknak ez nem probléma. Épp az építkezés utolsó részleteit beszéli meg az építőmérnökkel. Ők ketten felügyelték a kivitelezés minden lépését. Egyes cégek például kevernek vegyi anyagokat a betonhoz, hogy jól folyjon. Ha ezt nem felügyeljük, hogy tényleg megtörténjen, akkor könnyen úgy járhatunk, mint Kelet-Törökországban. Minél nagyobb a kontroll, annál biztonságosabb lesz. Az ügyvédként dolgozó Yücsák és társai több mint 20 évvel ezelőtt alapították meg a Reményházai Lakásszövetkezetet. A közösséget, amely a megfizethető és földrengés biztos lakhatásért küzd. Akkoriban Tűzdzse a város fennállásának egyik legsúlyosabb földrengését élte át. A Richter-skála szerinti 7,2-es földrengésben több mint 800-an haltak meg. Nagihan Párlák a túlélők egyike. Bérlőként az utcára került. Csatlakozott a Reményházaihoz, és ma, 24 évvel később, büszkén mutatja a frissen elkészült lakást Erbály Yücsáknak. Az egyiket a 237-ből. Itt a konyhánk. Na hát, téli kertetek is van, hadd nézzem. Most is félünk a földrengésektől. De tudjuk, hogy ezek a házak nem omlanak úgy össze, mint keleten. Mindannyian sokszor jártunk az építkezésen, és nagyon örültünk, ha elkészült valami, az ablakok, a gázvezeték. Úgyhogy nekem itt olyan, mint egy nagy lakóközösségben. Az itt lakók az évek során végig kitartottak, és bíztak abban, amit mi előre megmondtunk. Ez a siker nem jött volna létre a lakók bizalma nélkül. Sikerük példa lehet Törökország szerte. A lakásszövetkezet beperelte az államot, mert az nem akart telket biztosítani a földrengés áldozatainak. Végül a bíróság nekik adott igazat. A törvény alapján kedvező kamatozású állami építési hitelre is jogosultak voltunk, de eleinte ezt sem akarták odaadni. Akkor is pereltünk, és azt is megnyertük. Düzcsében utoljára tavaly novemberben rengett a föld. 5,9-et mértek. Néhányan sérültek csak meg könnyebben, és pár épület megrongálódott. A Reményházai azonban sértetlenül vészelték át a földrengést. Nem aggódtam az épületek miatt, de azért a helyszínre siettünk. Akkor már néhány bútor a lakásban volt, de még csak fel sem borult semmi. Yücsák, Párlák és a többi szövetkezeti tag számára a több évtizedes küzdelem a végéhez közeledik. Remélik, hogy példájuk másokat is bátorít, különösen ezekben a hetekben.